Azzal kezdem, hogy ha Cserhalmi tyutyú állna itt, akkor egész biztosan Bódi Gáborról beszélgetnénk főként. De mivel Tamás az én beszélgető társam, hát inkább Vörös Sándorról fogunk beszélgetni, illetve te fogsz inkább beszélni. Annak ürügyén is, hogy idén valahogy földobta őt a tömegkommunikáció lévén, hogy jól emlékszem, júniusban lett volna 100 éves, 100 éve. 100 éve született, és elmúlt 40 éve annak, hogy ezt most pozitív értelemben mondom, ezt a költői monstrumot, ami a psziché létrehozta, megalkotta és megjelent. 72 karácsonyán emlékszem, hogy akkor került a téli könyvvásáron a könyvpiacra. Itt van a kezedben a kicsit agyonlásnál olvasott a borító. Ez a könyv, ez a borítója Gyulai Livius elképzelésében fedetlen keblekkel ilyen psziché Lónyay Erzsébet maga. És ez az első kiadása a műnek, és tudjuk, hogy van második, amit ugye bővített a költő, megtűzdelt másokkal. Mondd Tamás, hogy legfontosabb kérdés, ami hát talán másokat is izgathat, hogy mi a műfaja ennek a könyvnek, ennek a szövegnek, bárhogy illetjük, bármilyen kifejezéssel. Igen, ezen nagyon sokat vitatkoztak, mindenféle nézetek összecsaptak, én a saját álláspontomat nem tartom hasznavehetetlennek, azt képviselem, versregény. Mi az, hogy versregény? Egy olyan, mint látjuk, körülbelül 300 oldal terjedelmi szöveg, amelyben elsősorban a kitalált költőnőnek, Lónyay Erzsébetnek a saját versei kaptak helyet, de tekintélyes sorszámban a valóban létezett ungvárnémeti Tóth László költőnek a szövegei, versek, továbbá drámarészletek, kitalált és valóságos kritika részletek, utóbb pedig Csernus Marian színművésznőnek egy köszöntője, valamint egy északi költőnek, jelentékeny svéd költőnek a szövege is. Tehát látnivalóan egy kever dolog, ez az egész mindenség azonban úgy rendeződik el, hogy regényszerűvé válik, amelynek egy kicsit balladásan, tragédia dalban elbeszélve, színjátékos, színmű, költészet és próza részei is vannak. Ne feledd a szavad, de ha már kiejtetted Csernus Marian nevét, mondjuk el különösen a legfiatalabbak kedvéért, hogy ő ebből csinált egy olyan hatalmas, sikerű előadóestet, amilyenhez talán a Mensáros László 20. század című háromrészes verses estje hasonlítható, hogy nem tudom hányszor adta elő, még egészen idős korában is fölépett. Hát amikor kezdtesen volt éppen pszichékorú, ez egy gyönyörre és tökélye a színművészetnek, hogy az ereje teljén és pályája csúcsán levő Csernus Marian, az egyébként, és akkor ezt itt rögzítsük, a fikció szerint 1795-ben a magyar jakobinusok kivégzésének az évében született, és 1831-ben, 36 éves korában, március 25-én, a szeplőtelen fogantatás napján elhuny pszichének, tehát egy fiatal nőnek, méghozzá meghökkentően pajzán életű nőnek a szövegeit, Csernus Marian túl a 60-on, illetve 60, még nem túl a 60-on, de 60 felé közelben, majd túl a 60-on adta elő. Mondd azért, ezt én megpiszkálnám egy kicsit, hogy mi a különbség szerinted verses regény különírva, és versregény, ugye egybeírva. A versesregénynek van egy kötött strófa szerkezete, csak verset tartalmaz. Ilyen mondjuk a Szigeti Veszedelem mondható annak? Nem. Megbuknék magyarba. Ilyen Arany Lászlótól a Déli bábok hőse, ilyen Byrontól a Childe Harold, és még van egy csomó Aditól a Margita élni akar. Tehát az csak vers, mindvégig lirikoepikai vagy epikolírai alkotás. Nincsenek benne próza, kommentár, kritika, életrajz és egyéb részletek a versregény, egy olyan kevercse a műfajnak, amelyben egy alapvetően epikus természetű, de sok műfajú szöveg a maga szövegi főszereplőjévé a verseket teszi, azokat a verseket, amelyeket Vörös Sándor azért talált ki, mert amikor, ez egy mondat mindössze információnak, mert amikor hosszú évek munkájával, irodalomtörténészi segítséggel és a feleségének, a szintén kiváló költő Károlyi Aminak a segítségével összegyűjtötte a magyar reformkor küszöbének, az 1810-es körüli éveknek a magyar lírai termését, ismeretlen költők, ismeretlen verseit, és nagyon ismert költők, mondjuk Katona József költőnek is ismert volt éppenséggel, ismeretlen verseit, akkor Vörösnek szöget ütött a fejébe, hogy hiányzik innen egy nagy magyar költőnő. Ha hiányzik, meg kell teremteni. És akkor mindjárt kínálkozott a lehetőség, hogy a saját énjének
saját Vörös Sándori költői lényének a női beszélőjét is előléptesse a lelkéből, és így kitalálta a Lónyai Mária Erzsébet Psziché névre hallgató, félig cigány származású, főúri körökben forgolódó, a korabeli Európa minden nagyságával találkozó első rangú, de soha nem létezett nőköltőt. Hasonlítható ez a vörös mű bármihez, akár a magyar, akár a világirodalomból? Mert szeretünk párhuzamokat vonni, hogy olyan, mint a... Tudsz ilyet mondani? Annyit tudok mondani, hogy 1972, a mű megjelenésének az éve, csinált kedvet bevallottan számos mai írónak egy női alakmás, egy női pen name, toll név, egy női alter ego megteremtéséhez. Tehát Csokonai Lilit éppen úgy nem találta volna ki Eszterházy Péter, mint Sárbogárdi Jolánt, valószínűleg nem találta volna ki több Sárbogárdi Jolányát, Partnyi Nagy Lajos, Annette Labelt, Petőc András, és nem sorolom tovább, rengetegen vannak. Magának a Pszichének a karaktere, az egész szövegnek, a könyvnek, a megtervezett könyvnek, amely még tipográfiailag is gondosan vissza van játszva 1810 körülre, tehát a címe nem az, hogy Psziché, hanem Psziché pont, ahogy a korabeli nyomdában. Hát az csak 54-ben szűnt meg, azt hiszem, még iskolában jártunk, hogy a cím után nem kell pontot tenni. Igen, de hát mondhatnám neked azt is, hogy minden egyes dátum vagy egyéb után is ott van a ez régies. A bizonyos beszegő pont, arhaizál a szöveg. Egy szóval azt kell mondanom, hogy lehetséges, hogy valahol a világirodalomban teng-leng, gószál egyfajta rokonvállalkozás, de sem a magyar, sem a világirodalomban igazán az én ismereteim számára regisztrált módon nem. Tehát ez egy újdonság, számba menő dolog, olyasmi, ami egyértelműen attól a Vörös Sándortól elkezdett, aki valóban június 22-én lett volna 100 éves, és ebből az alkalomból a hálás magyar olvasóközönség bizonyos tolvaj kezek által ugye ellopta a Csöngei szobrát, az nem a szülőfaluja, hanem a neveltetésének apja földbirtokának fém a faluja. Szobor volt? Fém, ott voltam a szobornál az ellopása előtt 3-4 nappal. Nagyon rossz szobor, tehát remek ízlésű tolvajokkal van dolgunk, akik ezt a bűnrossz szobrot ellopták, de persze nem azért lopták el, mert jó ízlésűek, hanem kellett nekik a fém. Újra öntik a szobrot. Tamás, még egy mélyfúrást azért végezzünk el. Emlegetted itt már, hogy nagyjából, nem is nagyjából pontosan kik a valóságos és kik a kitalált szereplők, de akik először látják a filmet, azok kedvéért csinálj egy leltárt, hogy ki az, aki ebben a történetben, sztoriban, mert minden történet lesz a vászon, ki az, aki valóban élt, kik szerepelnek a Pszichében, mellékalakokként, mit még Goethe vagy ilyesmi gondolok, és kik azok, akik teljesen kitalált figurák, ha ezt így teljesen elmondanám. Kitalált figura szinte nincsen is benne. Pszichét kellett kitalálni. Vörös Sándor Pszichének egy kicsit a saját maga férfi életrajzi adatait, leszármazási tábláját egyebet adta. Ugye Vörösnek az volt a meggyőződése, hogy ő egy a 16. században élt cigány vajdának a balkezi leszármazottja. Ezért tette meg Pszichét is részben cigány ivadéknak. Akik azonban körülötte, akár a férje, akár különféle költőtársak fölbukkannak, azok többé-kevésbé mind valós személyek, a legtöbbet pedig mindenki ismeri, Laci már Goethének kimondta a nevét, de hát Napóleonét, vagy az irodalomtörténész Toldi Ferencét, vagy a felül emlegetett és állítólag Psziché első szerelme gyanánt, vagy legnagyobb szerelme gyaránt vélelmezhető ungvárnémeti Tóth Lászlóét lehet ismerni. A könyvnek, amely hemzseg az erotikus részektől, a film sem tagadja meg ezt. Egyébként a film nem nagyon hasonlít a könyvre. Nos, a filmnek ugye szintén a Veselényi fontos szereplője, már nem emlékszem igen. Olyan nagyon, hogy is jelenik meg. Mindenesetre a könyvnek a javaslom ott fölütni, aki még nem olvasta, amikor Psziché egy társaságban beül Veselényi Miklós. Ez elég az elején van. Igen, igen, beül Veselényi Miklós ölébe, és Veselényi Mika a megfogadott ártatlanságának védelmében mindent elkövet, de hát Pszichén egyébként nemi vonatkozásokban nem lehet kifogni. Akkor a bevezető beszélgetés vége felé szóljunk egy-két szót, hát főként én Bódi Gáborról, aki egy rendkívül különös, hát majd, ha itt maradnak, még erről bővebben lesz szó, rendkívüli alakja volt a magyar filmtörténetnek, mert ha mást nem mondok, és én nem szeretem a nagy szavakat, de ki kell mondani ezt a mondatot, hogy szerintem Szergej Mihajlovics Eisenstein és Pier Paolo Pasolini mellett Bódi Gábor volt azon filmrendezők sorában, ugye sok elméletírót lehetne mondani, akik nem rendeztek filmet, de Bódi rendező volt, par excellence, de ugyanakkor kiváló éleseszű elméletíró.
A munkáit vastag kötetekbe kezdték el kiadni, a pénz fogytán ez félbe marad, de aki nagyon keres utat, megtalálhatja. Jövő héten megnézhetik, majd megláthatják majd a pályakezdő bemutatkozó filmjét, amelyel berobbant a magyar és a nemzetközi film életbe, mert az amerikai Anzix megkapta 1976-ban a Mannheimi Fesztivál fődíját, amelyet mindig fiatal kezdő rendezőknek adnak. Ez volt a második filmje, ez a monstruózus vállalkozás. Ha erre azt mondtam, hogy monstrum, a pszichéfilm még inkább az, idejét tekintve is, a vállalkozás tekintve is, és ki kell ejteni egy nevet, talán Föld Ottójét, aki a filmgyár igazgatója volt, és aki nélkül ez a műalkotás, azt hiszem nem valósulhatott volna meg ilyen mérték, az ő nagymértékű anyagi támogatása nélkül. Na most. Mondjad csak. Ha közben akarsz szólni, nem különösebben, csak annyit, hogy jó érzés. Azt hiszem, hogy neked is volt ebben részed. Bódi Gábor bölcsész is volt, és akkor volt bölcsész, amikor mi is jártunk az egyetemre. Ráadásul abban az utcában lakott egy időben, ahol én, és ahol ma az emléktáblája a Rádai utca. A Rádai utca, végén, Boráros tévénél. Úgyhogy Bódi Gáborral személyesen is lehetett találkozni, de Kelecsényi László emlékezésének a horderejét semmiben nem csökkenti, hogy sokkal jobb szellemileg találkozni Bódi Gáborral, mint a valóságos. Ez így van. Kekeckedő, kellemetlen. Ez így van. Ha már szóba hoztad, a Fiatal Művészek Klubjában én tanúja voltam olykor egy-két botrányának, és volt olyan pillanat, vagy hónap, amikor ki is zárták, hogy nem jöhetett be a klubba. De nem ezért szerettük őt. Nem ezért bár szeretjük. Itt lenne, mert itt lehetne. Szeretjük őt. Nem élt 40 évet sem, és a halála mai napig titokzatos. A film DVD kiadásának az extráján Csaplár Vilmos barátja és ennek a filmnek az írója elmondja, hogy sokan nem hiszik el, hogy ő valóban öngyilkos lett. Lehetségesnek tartják, hogy ügynök múltja miatt egy megrendezett öngyilkosságnak lett az áldozata. Ezt nem tudjuk. Nem is tisztünk, hogy ebbe állást foglaljunk, vagy ezt kutassuk. Bódit, a filmrendezőt nézzük most, és visszatérve a Monstrum megjegyzéshez, a pszichének három verziója van. Amit most itt látni fognak, megnézünk, csak erre van idő, egy 90 perces mozi változat. Van egy egész pontosan 4 óra 20 perces, három részes változat, és van egy köztes, kétrészes televízió változat is, amely állítólag, nem is állítólag, eltűnésben volt nagyon sokáig a Kádár korszakban, és végül a rendszerváltás után a televízió archívumából órák alatt valahogy előkerült, hogy az is megvan, mert Bódi Gábor elhatározta, hogy följelenti a televíziót a népi ellen, akkor még volt ilyen egy központi nép ellenőrzési bizottság, hogy ekkora anyagi ráfordítással készült műnek a kópiája hogyan tűnhet el, hogy ez bűncselekmény. Ez ugye nem történt meg, de a kópia előkerült már Bódi halála után. Még két apróságra hívnám fel a figyelmet, amit hát érzékelni fognak, hogy, és erről neked van egy elméleted, ami teljesen igaz, hogy a film két férfi főszereplője, Cserhalmi György és Udo Kier. Ne lepődjenek meg, ha Udo Kier magyar hangja, ugye mert szinkronizálni kellett, Cserhalmi György, és a filmben megjelenő Cserhalmi György magyar hangja, Garas Dezső. Ugye, ezt a, talán azért, feltételezzük, mert nem tudjuk Gábort megkérdezni, azért tette meg, mert úgy gondolta, hogy ez a két férfi személyisége, alakja, figurája valamiképpen a pszichi életében összefügg. Te erről írtál valamit, és állást foglaltál. Nem is csak kettő, hát hiszen ha kettő lenne, akkor az a két szerep lenne, akit játszanak, de miután belép egy harmadik hang, ráadásul egy inadekvát hang, amelyik nem illik a beszélőhöz, ezért itt egy olyan tudatspektrumról, több egyéniség szálú, színű spektrumról van szó, amit mindenkinek magának kell kibogozni, mint hogy nyilván azt, hogyha az idő engedni, arról is szólna, hogy Bódi Gábor tudatosan a kora szellemi életének több nagyságát szerephez juttatta ebben a filmben. Erdély Miklós, Pirinszki János látható ebben a változatban, ebben a rövid változatban is. Pilinszki János, Kazinczy Ferenc alapjában jelenik meg mindjárt a film elején, és még egy dolog, hogy itt nem lehet jó szórakozást kívánni, legfeljebb tartalmas időtörtést kívánni, és az a vicc, hogy psziché, ugye a hány éves, amikor elkezdődik a történet, 13-14 éves. Hát igen, 75-ben született, 95-ben született, mint mondtam, kislány. Leíródott róla, hogy ő tulajdonképpen ezt a könyvet, ami egy 18 éven felüli könyv, nem vette volna a kezébe. Nos, ezt a filmet sem nézhetné meg, mert ez egy szigorúan 18-as karikás film, lesznek benne olyan jelenetek, úgyhogy most megengedjük azoknak, akik tudom, hogy néhányan ülnek itt, akik nem töltötték be, csak szellemileg nagykorúak, de anyakönyvileg még nem,
Úgyhogy lesznek ebben a filmben ilyen jellegű jelenetek, lesz, erre is föl kéne hívni a figyelmet, ahogy az Elégiában vagy a Buñuelnél, hogy lesz egy olyan orvosi kezelés jelenet sor a film második felében, amit nem sokan így néznek végig és kikukucskálnak, hogy haj már vége van. No, ezzel együtt fogadják, nem azt mondom, hogy illő szeretettel, mert a művek magukért beszélnek, ott vannak, meg kell nézni őket, és majd kialakítanak róla valamilyen véleményt, és akkor utána majd azokkal, akik itt maradnak, eszmét cserélünk. Köszönöm szépen, hogy megvallottad. Köszönöm, hogy ma én lehettem Cserhalmi György, mondja a hangja, nem garazdőző. És hadd mondjam, hogy remek időzítés, holnap van Narcisz nap. Na. Hogy psziché, mikor van, azt nem tudtam, mert nincs ilyen nap a naptárban. De lehet, annyi mindent már utónévkör bevettek, nem találtam, szerintem biztos nem van. Szerettem volna tudni, de nem találtam psziché napot. De Narcisz holnap van. Laci, köszönöm. Köszönöm, jó. Estét kívánok.